függvényrafitot adok, amelyek cselesen igazából csak rajzok, és azt kell eldönteni, hogy tényleg függvénye. A Berzsenyi Dániel Gimnázium diákjai matek érettségire készülnek. Bizony sokunknak nem a matematika volt a kedvenc tantárgya, pedig az élet minden területét áthatja. Gondolkodásra nevel, fejleszti a kreativitást, logikai készséget, összekötő kapocs a különböző tudományok között. Mindemellett egy igen elvont tantárgy, és ezért fontos, hogy a tanárok minél érthetőbben, látványosabban ismertessék a diákoknak. A GeoGebra olyan matematika oktatást segítő szoftver, amely segít a tanulóknak a tananyag elsajátításában és bevezet a matematika szépségeibe. Könnyebbé szeretnénk tenni a matematika megértését. Meg akarjuk mutatni, hogy szerintünk mennyire hasznos a matematika, milyen érdekes, izgalmas dolog, valami, ami kézzelfogható, természetes és mindenütt körülvesz bennünket. A GeoGebrával érzékeltetni szeretnénk, hogy mennyire szemléletes lehet a matematika. Játszhatnak vele, megfoghatnak dolgokat, elmozgathatnak pontokat, kísérletezhetnek, és ezáltal könnyebben megérthetik, miről is van szó. A 10 évvel ezelőtt létrehozott GeoGebra egy diplomamunka része volt, melyet készítője Markus Hohenwarter eredetileg középiskolai oktatási segédletnek szánt, de ma már szinte minden korosztály oktatásában sikerrel alkalmazzák. A GeoGebra nevét a geometria és az algebra szavakból kapta. Egy olyan dinamikus matematika szoftver, amely kiválóan alkalmazható geometriai szerkesztések, algebrai számítások és függvények oktatása során. Lavica Zsolt 2003-ban találkozott először Markusszal, azóta kulcs szerepet játszik a szoftver fejlesztésében. Zsolt, amikor nem a Cambridge-i egyetemen oktat matematika módszertant, akkor itthon vagy éppen a világ valamely pontján gőzerővel dolgozik a program népszerűsítésén. De vajon mi a GeoGebra sikerének titka? Oktatásra fejlesztettük ki a szoftvert, ezért nagyon könnyen használható, és a gyerekek körülbelül 15 perc alatt meg tudják tanulni a szoftver alapvető használatát. Másrészt a GeoGebra nyílt forráskódú. Ez nem csak azt jelenti, hogy ingyenes, és a gyerekek otthon is használhatják, hanem az is, hogy a tanárok és a gyerekek is tudnak hozzá tananyagokat fejleszteni, amiket megoszthatnak másokkal, valamint a szoftvert is fejleszthetik. A GeoGebra napjainkban egyre népszerűbbé válik a matematika tanítás és a tanulás területén. Jelenleg már 60 nyelven érhető el a fordítása. 190 országban használják, körülbelül 400 ezer felhasználó tölti le a szoftvert havonta, és már 97 GeoGebra intézet létesült szerte a világban. Magyarországon is egyre elterjedtebb. Sok tanár használja a GeoGebrát az oktatásban. Közéjük tartozik Korem Balázs is, aki a budai középiskolában tanít matematikát. Amiért én szeretem a GeoGebrát, az, hogy nagyon szemléletes, nagyon egyszerű használni magát a szoftvert, és nagyon könnyű megmutatni benne dolgokat. Volt itt is olyan óra, amikor is geometriából háromszögeket szerkesztettünk. Amit ott megcsináltunk, egy háromszög köré írt körének, például középpontjának a megszerkesztését, és ennek a pozíciójának a változását figyeltük meg. Ezt egy táblán hagyományos módon 5, 6, 8, 10, akárhány háromszög megszerkesztésével borzasztó hosszú idő lett volna megcsinálni. Így viszont a gyerekek saját maguk meg tudták szerkeszteni saját gépükön, mindenki saját magának húzigálva a pontokat, dinamikusan újra generálva magát a háromszöget, teljesen új szituációkat tudott kreálni. Az oktatásban alapvető fontosságú a tanulók motiválása. Napjainkban a számítógépek új dimenziót nyithatnak a tanulók érdeklődésének felkeltésében. Ezek a diákok már hazamennek, a lehető legritkább esetben ülnek le és veszik elő a tankönyvet, és kezdenek házi feladatot írni. Otthon leül, és a természetes közeg, hogy ott a számítógép előtte kattint, dolgozik, játszik, egyebet csinál. Hogyha a feladata az lesz, hogy ezen a számítógépen csinálja meg a házi feladatát, sokkal lelkesebben fogja megtenni, mint leírva, lerajzolva ugyanezt a füzetbe. Tehát el tudom azt érni, hogy annak ellenére, hogy ő a számítógépet használja, matekozik. Fél éve használjuk a GeoGebrát a matematikai tanórákon. Néha otthon is megnézem, és hát tud segíteni a házi feladatokban. Jobban átlátom a függvényeket, az eredményeket, így látom, nem kell felrajzolni, szóval a program ábrázolja azokat, és ezáltal könnyebb, hogyha valamit hibázok, akkor tudom
koordinálni. A GeoGebra közösség gyors fejlődése helyi intézetek alapítását tette szükségessé szerte a világban. Itt a tanárok az anyanyelvükön, a helyi oktatási rendszerhez igazítva írják meg a feladatokat, továbbá a diákok helyben kaphatnak válaszokat a programmal kapcsolatos kérdéseikre. A GeoGebra intézeteknek van még egy fontos feladatuk, mégpedig az, hogy megpróbáljanak segíteni elmaradott térségekben, illetve fejlődő országokban. Most jöttem vissza Dél-Afrikából, ahol 80 tanárt képeztünk ki arra, hogy GeoGebrát használjanak, és ők visszamennek a saját iskolájukba, és segítik a diákokat, de segítenek a többi tanárnak is, hogy GeoGebrát tudjanak alkalmazni. Let me do it like this. Give me this, my friend. Oh, come, volunteer. What did you say? I decided to use GeoGebra A kerület és a terület meghatározásának tanítására használom a GeoGebrát. Segítségével bármilyen objektumot ábrázolni lehet, és ennek automatikusan megjelenik a kerülete és a területe. Amikor hasonló objektumokat jelenítek meg, akkor a gyerekek összetudják hasonlítani a kerület és a terület közötti összefüggéseket. Ez szerintem nagyon-nagyon hasznos. Az a célunk, hogy egy olyan szoftvert teremtsünk, ami a matematikai alapját megteremti az összes tudománynak. Ugye sikerül a GeoGebrát kiterjeszteni más tudományterületre, például a fizikára, kémiára, biológiára, mérnöki tudományokra, akkor a GeoGebra egy olyan szoftver lesz, ami az oktatásban használható ezekben a tudományokban. A természet nagykönyve a matematika nyelvén íródott, mondta egykoron Galileo Galilei, olasz természettudós. A GeoGebra segítségével a diákok közelebb juthatnak ennek a nyelvnek az elsajátításához. Könnyebben megérthetik, miért is a matematika szinte minden tudomány alapja, és kísérletezve fedezhetik fel az ebben rejlő összefüggéseket.